Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. 99 esztendővel ezelőtt Trianonban aláírták a békediktátumot, 2010-ben pedig az országgyűlés döntése alapján ez a nap a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból országszerte megemlékezéseket rendeznek nemzeti sorstragédiánk emlékére. Így volt ez Székesfehérváron, nézzünk meg egy összefoglalót a történésekről. Trianon a nemzetegyesítés szimbóluma címmel rendezett emlékülést a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság. A konferencián a Városháza dísztermében a meghívott vendégek a trianoni békeszerződés aláírására, valamint a Nemzeti Összetartozás napjának törvénybe iktatására emlékeztek. Történelmi felelősségről beszélt tanár úr, hogy történelmi adóssága volt ennek a városnak, hogy az emlékezés helyét, ami Fehérváron az országzászló teret jelenti, és elődeink erre így alakították ki, azt ennek keretében és erre a célra visszaállítani tudjuk, és ezt civil összefogásnak köszönhetően meg tudtuk valósítani, és a mai megemlékezések, akár a délelőtti hivatalos városi, akár a délutáni civil kezdeményezésre megtartott megemlékezések méltó helyen történhetnek meg Székesfehérvár belvárosában az országzászló előtt. Az emlékmű másra is lehetőséget ad egyébként nekünk. Az elmúlt hónapokban számos nagykövetnek, külföldről érkezett vendégünknek tudtuk megmutatni, és tudtuk őket odavinni közvetlenül az országzászlóhoz, és kicsit újjal megrajzolva megmutatni, hogy miből és mi lett. Nem találkoztam még olyan nagykövettel, bárhonnan is érkezett volna Európából vagy a világból, amelyiken ne láttam volna azt, hogy először nem érti. Szinte mindenki visszakérdez, hogy mutassuk meg újra, mert nem érti, hogy mekkorából mekkora. És mindig megmutatjuk, ahányszor csak kérik, hogy mekkorából mekkora. Fontos tehát, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk, és fontos, hogy ráadásul ezt a nemzettörténelmi fővárosába különösen ne felejtsük, hiszen ennek a városnak a szerepe, felelőssége a történelmi jogaukán mindig kiterjed arra is, ami össznemzeti ügyként fogalmazható meg, és hát ez a nap, ez mindenképpen nem csak nevében, hanem tartalmában is erre irányul. Fontos egy hozzátenni azt is, hogy köszönet jár azoknak a szakembereknek, akik vállalták Székesfehérváron azt, hogy ennek az emlékbizottságnak a keretében megadják a lehetőséget, hogy szakmai keretek között történjen meg az emlékezés és az emlékeztetés. Ez fontos, hiszen így kaphatjuk meg azt a tudást, ami kell ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy mi történt, hogy történt, és annak milyen következményei voltak. Egyébként elég ebben a teremben csak figyelmesen olvasni, mondjuk azokat a falfeliratokat, és olvasni, hogy 1919 évi augusztus 9-én román csapatok szállják meg a várost. Gondoljunk egy kicsit ebbe bele, és gondolkoztasson el ez bennünket. Abba is érdemes belegondolni, és itt most már szerencsére megtehetem, hogy semmi esetre sem szakmailag tegyem ezt meg, hiszen azt nálam hivatottabbak fogják megtenni, hanem mint közéleti szereplő, mint politikai szereplő, hogy mekkora a politika felelőssége, amikor döntéseket hoz. Mekkora a politika felelőssége akkor, amikor ekkora hordaérő kérdésekben döntést hoz, adott esetben nem hallgatva a figyelmeztető szóra, mondjuk katonák figyelmeztető szavára, és ezért talán én bátorkodhatom megfogalmazni, hogy egyszer őszintén az asztalra kellene azt is tenni, hogy akik a nagy háború lezárásában, annak béke folyamatában és békeszerződésében bármely szinten részt vettek, közéleti szereplőként, politikai szereplőként, azok közvetlen felelősséggel bírnak a második világháború bekövetkeztéért. Amikor tehát politikusként döntést hoztak, döntést hozunk, akkor tudni kell, hogy annak a következményei nem csak a mában hatnak, nem csak egyik napról a másikra ébrednek emberek arra, hogy teljesen más világba ébredtek, mint ahova egyébként lefeküdtek, hanem bizony évtizedekkel később is annak nagyon súlyos következményei lehetnek. De azt se felejtsük el közéleti szereplőként és politikusként, hogy mekkora feladat volt újjászervezni nemzetet, országot, városokat, és ennek köszönhető az, hogy mi itt most közel 100 év után beszélhetünk egyáltalán magyarul, tehetjük ezt Magyarország keretei között a Nemzeti Összetartozás napján.
Ez egy komoly feladat volt, felelősség, és hosszú évtizedek bizony nagyon kemény munkáját is jelentette. És egy záró gondolatként még mindig a politikusok felelősségéről, hogy sajnos közel 100 év sem volt elegendő, és a közös Európa egyébként remek gondolata sem hozta meg azt az eredményt, hogy szabadon és mindenki használhassa nyelvét, élhesse meg kultúráját, vagy éppen hitét, és tehesse ezt békességben, tehesse ezt szabadon, európai polgárként. Van tehát még teendőnk, van tehát még felelősségünk, és ezért is fontosak ezek a konferenciák, mert felhívják mindig arra a figyelmet, hogy mi történt, hogy történt, és annak milyen következményei voltak. Vizi László Tamás, az Emlékbizottság elnöke köszöntőjében kiemelte, az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Konferencia, de valójában ez a program egy emlékezés, egy emlékülés. Két dologra emlékezünk, és nyilván nem a számmisztika mondatja velem, de ez a 3x9-es szám, ez eléggé beszédes, hiszen 99 évvel ezelőtt, ezen a napon 6 magyar úr készülődött élete legdrámai perceire. Párizsban ezen a napon, még hogyha kora nyár is volt, de szemerkélt az eső, borús volt az ég, és 99 évvel ezelőtt ez a 6 magyar úr, amiután eltöltötte és elköltötte a reggeliét, készülődött egy eseményre. Készülődött arra, hogy az ítéletre rátegye a bélyeget, rátegye az aláírását. Érdemes meg is nevesíteni őket, akiket a történelem erre a sorsra ítélt. A delegáció vezetője dr. Benárd Ágost volt, a kormány népjóléti és munkaügyi minisztere, aki egészen május 31-éig tiltakozott az ellen, hogy ő ezt a diktátumot aláírja, de végül is a kormány, a kormányzó és a külügyminiszter barát Teleki Pál akarata előtt meghajolva vállalta ezt a feladatot. Ő volt az első, aki kézjegyével ellátta, ahogy később megemlékezett róla, állva, oda se nézve írtam alá. A másik úr a kormány részéről Rassel Lázár Alfréd volt, meghatalmazott miniszter és rendkívüli követ, mai szóhasználattal élve a külügyminiszter helyettese. Ő ülve remegő kézzel írta alá az okmányt. A küldöttséget elkísérte egészen a Grand Trianon palotáig a másik 4 magyar küldött, Prasznovszky Iván, aki az Aponyi-féle békedelegáció főtitkára volt, és ekkor már Párizsban tartózkodott, később ő lesz Magyarország első párizsi követe. Őket kísérte Csáki István gróf, egy fiatal diplomata, aki csak néhány évvel korábban végzett a Bécsi Konzuli Akadémián, és később majd Teleki Pál miniszterelnök kormányának lesz külügyminisztere. A másik 2 úr, Wettstein János követségi tanácsos és Babró Arnold követségi titkár, ők kísérték még a delegációt. Az esemény nem tartott tovább 15 percnél. Erre az eseményre emlékezünk ma, a 99 évvel ezelőttire. De van egy másik 9-es évforduló is, hiszen 2010. június 4-én, 9 évvel ezelőtt a Magyarországgyűlés törvénybe iktatta a Nemzeti Összetartozás napjáról szóló törvényt.
Tisztelettel szeretném jelezni, hogy azért ez egy folyamat része volt. Az, hogy a nemzeti összetartozásról szóló törvény 9 évvel ezelőtt megszülethetett, ennek nagyon komoly előzményei voltak a 2000-es évek elején, amikor az első Orbán kormány törvénybe iktatta a külhoni magyarokra vonatkozó jogszabályt, ezt az úgynevezett státusztörvényt, amely aztán hosszú időn keresztül, hosszú éveken keresztül egyre inkább kiüresítve nem tudta betölteni azt a hivatását, amit akkor szántak neki. A következő fázis az akkor következhetett be, amikor a második Orbán kormány 2010-ben először ezt a bizonyos kettős állampolgárságról szóló jogszabályt iktatta törvénybe, majd ennek a folyamatnak a harmadik fázisaként a nemzeti összetartozásról szóló törvényt. Ez a törvény 5 paragrafusból áll és egy preambulumból, több nyelven, és valójában azt az üzenetet hordozza, amit én a következőképpen foglalnék össze. Üzenete ennek a jogszabálynak egyrészt az, hogy Trianonra, mint a nemzeti tragédiára, mint a legnagyobb nemzeti tragédiára a jelenben és a jövőben egyaránt emlékezni kell, ezt elfeledni nem szabad. A másik, hogy mindenre emlékeztetni kell a jövő nemzedékeit. Én azt gondolom, hogy az elmúlt percekben látott műsor az országzászló téren erre kiválóan példát adott nekünk. A harmadik üzenete, hogy a hibáinkból okulni kell. A történelmi hibákból okulni kell, azokat számon kell tartani, azokból tanulni kell, és tanulni kell az elmúlt évszázadok összefogásából, nemzeti összefogásaiból, hiszen ez példát ad nekünk, és a nemzeti összetartozás erősítésén kell mindig mindenkinek munkálkodnia. Ezért, ezek célok érdekében iktatta a Magyarország gyűlés törvénybe a nemzeti összetartozás napjává, szimbolikus napjává, június 4-ét. És van egy, még egy következő fázisa ennek, amikor az új alaptörvény megszületett, az alaptörvény preambulumában is benne szerepel, az a történelmi felelősség, amelyet minden magyarnak egymás iránt viselnie kell. Az emlékülésen elhangzott a nemzeti emlékezés a Kárpát-medencei népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását, ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk, a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!